Lezárult Jászberényben a városi játszóterek eszközfejlesztésének idei programja december 12-én a Szent László utcai játszópark bővítésének átadásával. Még 2022-ben a játszóterek biztonságosabb átételével összefüggő fejlesztésekre idén a játékeszközök számának bővítésére helyezték a hangsúlyt összesen hat játszótér újult meg, új játszóelemekkel. Itt a Szent László utca 816 társasház mögött állunk, ez egy elég nagy játszótér, itt összesen hat darab új játszótér került telepítésre igény volt rá, és ennek megfelelően meg is valósult a kivitelezés a VVZRT közreműködésével. Ezen kívül további öt helyszínre telepítettek játszóeszközöket. A Szent István körúton, a Fáji András utcában, a Komáromi József utcai játszótér is megújult, a Gorjánc Ignác játszótér is kapott két új játékelemet, ugye a tavalyi évben a kerítésépítés valósult meg, most már fejleszteni is tudtunk, valamint a Szövetkezet utca 8 mögötti nagy játszótér, ott a térburkolatok kerültek felújítása tekintettel arra, hogy elég balesetveszélyesek voltak már, illetve ott van egy nagy focipálya, bekerítve dróthálóval, ennek a is megtörtént. A hat játszótér fejlesztése 14,5 millió forintos költséggel valósult meg, de továbbiak bővítését is tervezik az elkövetkezőkben. Nyilvánvalóan látható az, hogy van igény rá. Tehát, hogyha a kormány azt hirdeti meg, a családbarát, ...nak kell lennünk, akkor az önkormányzatoknak is családbarátoknak kell lenni, és ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy a megszületett gyerekeknek legyen olyan hely, ahol kultúrát módon és kiélhetik magukat, tudnak játszani, és élményt tudnak szerezni. Ezért azt próbáljuk a jövőben is folytatni, amit az idén elkezdtük hogy a meglévő játszótereket kiegészíteni olyan játszóelemekkel, amelyek ezt az élményt tudják fokozni az ott lakók számára. A város több pontján megvalósult és a jövőben is folytatódó programot annak figyelembevételével tervezik, hogy minél több gyermek számára tegyék elérhetővé a kultúrát és biztonságos játékélményt nyújtó eszközöket, tette hozzá az alpolgármester. Várhatóan jövőre is az idei nagyságrendszerinti keretösszeg áll majd rendelkezésre a fejlesztésekhez.